Holnaptól megint esős időt jósolnak. A csapadék eláztatja a lehullott faleveleket az úton, ami aztán balesetveszélyessé válik, hiszen nagyon könnyű elcsúszni a vizes leveleken. Az önkormányzat 20 éve fogadta el azt a rendeletet, ami meghatározza, hol, kinek a kötelessége az utcák tisztán tartása. A város kezelésében lévő utak, járdák seprését egy ezzel a feladattal megbízott cég végzi. A városi rendelet azt is meghatározza, a magántulajdonú házak előtt kinek kell takarítani. A magántulajdonú ingatlanoknál elsősorban a tulajdonosnak a kötelessége, hogy rendbe tartsa az ingatlan előtti közterületet. Amennyiben az tulajdonos bérbe adta az ingatlanát, akkor ez a használó feladata. A faleveleket a járdán teljes egészében el kell takarítani. Ha zöld a járda és az úttest között zöld sáv is található, akkor az ingatlan használójának az út határáig kell ezt megtennie. A tisztántartási kötelezettség továbbá kiterjed az ingatlan előtti nyílt csapadékvízelvezető árokra is. Azt is meg kell szabadítani a falevelektől, hogy az esővíz akadálytalanul folyasson, tette hozzá Bónác Rudolf. A falevelek elsöprése a társasházaknál is szabályozva van. Itt a közgyűlésnek kell dönteni, hogy kivégzi a feladatot. Megbízhat a közösség magánszemét és céget is ezzel. Azok a tulajdonosok, bérlők, akik nem tesznek eleget a tisztántartási kötelezettségnek, akár 100 000 forintos bírsággal is sújthatók. Persze nem ez a cél. Nyilván nem az a célunk, hogy büntessünk, tehát hogy minél több, nagyobb bírságot hajtsunk be, hanem hogy az ingatlan használókat arra sarkaljuk elsősorban egy figyelmeztetéssel, hogy tegyenek eleget a kötelezettségüknek, ami arra vonatkozik, hogy minél tisztában tartsák az ingatlanuk előtti járdaszakaszt. Bónác Rudolf felhívta a figyelmet arra is, hogy a zöld járat számára összegyűjtött zsákokat ne tegyék ki idő előtt az utcára. A zsákban összegyűjtött faleveleket a szállítás előtti napon, este 18 óránál hamarabb nem lehet kihelyezni, ugyanis eddig több problémát okozott a városban, hogy volt, aki már hetekkel a szállítás előtt kihelyezte. Az idő előtt kitett zsákok látványa ugyanis hetekre elcsúfította az utcaképet. Azt szeretné az önkormányzat, hogy ilyen ne forduljon elő.